vagy ír nekünk. info@oldalomradio.hu. Ismételten szeretettel köszöntöm az Oldalom Rádió, a Másképp Gondolkodók rádiójának minden kedves hallgatóját. Én magam Herényi Károly vagyok, ennek a rádiónak az egyik hangja. Szeretettel és tisztelettel köszöntöm régi ismerősömet, és hát ezért, ha megengedett, tegeződni fogunk Újhelyi István, Európai Parlamenti képviselő. Ismételt meghívást voltam már. Így egyszer már, még akkor azt hiszem Brüsszelből beszéltünk, te Brüsszelben voltál, és akkor internetes kapcsolat volt, és úgy beszélgettünk. Hát jó néhány évet eltöltöttünk együtt a Magyarországgyűlésbe, most kint vagy az Európai Parlamentbe, és a meghívásnak millióka lehetne. Tehát egy oka van. Én magam egyrészt Szárszó mellett lakom Balatonföldváron, és rengeteg szárszói találkozón részt vettem, és nagyon hiányolom, hogy megszűnt ez a találkozó sorozat, mert nagyon értékes dolog volt, és nagy örömmel olvastam, hogy nem is Szárszó, hanem mondjuk Szárszó szellemének a folytatása, az megfordult a fejedbe, és Szárszó néven a Margit-szigeten a hétvégén erre a rendezvényre sor kerül, amit én nagyon-nagyon nagy szeretettel üdvözlök, mert úgy látom, hogy pótolni próbálja a magyar értelmiség egy olyan mulasztását, a közéletben való szerepvállalás aktualizálását, ami óriási módon hiányzik. Nekem is hiányzik. Ott voltam 19-20 éves koromtól kezdve egy csomó Szárszón. És ott ismertelek meg benneteket, akiket én akkor a tévéből láttam nyilván még. Szegedi egyetemista, önkormányzati képviselő voltak, a közélettel foglalkoztam, de nem voltam részese annak a világnak, a rendszerváltás világának. És éppen ezért évek óta gondolkodom azon, hogy kéne valami új, ami szellemiségében hasonló, nyilván azt nem lehet, mi főszkét nem tudjuk ismételni, teddi sátrában nem tudunk újra beülni, de kellene valami hasonló. És azzal, hogy most bejelentette a nyár elején, hogy nem indulok újra választásokon, tehát fel se derülhet, hogy ez az én választási kampányom lenne az európai parlamenti választások előtt, hiszen nem indulok újra választásokon. És talán van már olyan ismertségem, meg kapcsolatrendszerem, hogy a elérek sok embert, akiket össze kellene gyűjteni egy képzeletbeli sátor alá. Így jött az ötlet, hogy Horgas Pétert megkerestem, az Időbázisnak az elnökét, aki ismert díszlettervező, művész világ egyik. És hát egy művész család sarja. Hát őnek az őse is. Horgas Ádám, és még az ősök is. És Péter segítségével elkezdtük összepakolni, és így kerestem meg Tedit Balatonfüreden, hogy álljon mellénk. 150-200 között leszünk, tehát egy nagyon-nagyon komoly visszajelzés, regisztráció van. A program az meglepő lesz, mert talán a legjobban az jellemzi majd a hangulatát, hogy szeretnénk egy kicsit a 90-es, 2000-es évek ismert arcait, és egy új korosztályt is megszólaltatni a színpadon. Az első beszélgetés például az a címe, hogy Bezzeg a mi időnkben, ahol a Perlaki Noel, a mostani Diák Frontnak a vezetője, az Egységes Diák Front vezetője, a diák középiskolás srác fog együtt ülni és beszélgetni Kunce Gáborral, korábbi belügyminiszterrel. Tehát ennél jobban nem jellemezhetem a dolognak a korosztályi kettősségét és egyfajta staféta átadását. Az értelmiség hogy van megszólítva ebben az ügyben? Személy szerint, vagy általános felhívás, amit közzétettetek? Persze, hát a Péter segített egy a művészvilágban egy bővebb listát összeállítani, a e-mail címekkel mindennel. Hát nekem ez nem volt meg, úgyhogy izgalmas júliusunk volt, hogy vadásztuk az e-mail címeket és telefonálgattunk. A közeleti kapcsolatrendszerem az megvolt. Szerintem egy 10-15%-nyi politikus lesz, és a többi pedig gondolkodó művész, értelmiség, újságíró, fiatal civil aktivisták, tehát egy nagyon széles kör. Sokan olyanok is egyébként, akiknek örömmel adnék mikrofont, és szeretném hallani a hangjukat, azt mondták, hogy eljönnek, ott lesznek, majd eldöntik, hogy szólnak el, de az előzetes programtervben ne érjük be őket.
ugyanakkor vannak olyanok is, akik eleve vállalták. Hernádi Józsi például egy olyan panelbeszélgetésen fog ülni, ahol történészekkel és jogász emberrel, Ligeti Miklóssal például a Transparency International-től beszélnek arról, hogy egyáltalán igaz, hogy minden rendszer megbukik egyszer. És nyilván gondolunk a saját napi problémáinkra, de ez egy nagyobb kitekintés, egy messzebbről vizsgálva azt, hogy mi zajlik. Mi zajlik a kultúrában, mi zajlik a gazdaságban, a politikában. Mondok két ellentétes politikai hátterű embert, Bot Péter Ákos tart egy közgazdasági stand-upot, hogy egy ilyet is csinál a tanár úr, és Oszkó Péter pedig a mostani geopolitika vagy ekopolitika című beszélgetésben a globális helyzetünket, a pénzügyi gazdasági helyzetünket vizsgálja. Szóval elég széles a skála. Hadd javasoljak valakit, nem tudom, benne van-e a látókörötökben, akár Orgas Péterében, akár a tiédben, egy Orbán Krisztián nevű figura, aki Publius Hungaricus néven most már kb. Két évtizede időnként publikál. Na most neki volt valamikor a tízes éveket megelőző esztendőkben egy olyan publicisztikája, aminek a magyar értelmiség, a járadékvadász magyar értelmiség, ez volt a címe, hogy mi a viszonyulása a magyar értelmiségnek a napi politikához. Azóta se olvastam ilyen színvonalas és ilyen mélyreható elemzéssel bíró anyagot. Én nagyon javasolnám. Agyon hallgatott ember, időnként a Mércében ott megjelenik, és Kovács Zoltánnal. Megvan egyébként a neve, én nem találkoztam még vele, viszont pont jókor vagyunk így a beszélgetésünkben hétfőn, hogy ma felkeressem és elhívjam. Egyébként nagyjából így adódott a lista, hogy nem tudom, a Kocsis Andrist is felhívtam, hogy ő azért a történészek között, nem csak a művész világban, hanem a fiatalabb korosztályú történészek között is szociológusok sokakat ismer, és ő is tett javaslatokat. Úgyhogy ilyen, ez az első ilyen, nyilván most lett egy bő címlistánk, látjuk, hogy ki hogy reagál. Aztán a következő alkalommal pedig, ahogy nekem Teddy mesélte, nála is így volt, hogy az első alkalommal némivel álltak a kert színen, és ott tudták, hogy 10 lesznek ott a sok süteményre és pogácsára, vagy pedig 300-an. Így vagyok most én is egy picit ezzel, de meg évek alatt ezt felépítjük. Ami negatív tapasztalat, azt mondom magamtól, hogy nagyon sok olyan ember, aki föl is hívott telefon, és azt mondta, hogy nagyon-nagyon ott szeretne lenni és velünk van, de nem engedheti meg magának azt, hogy esetleg az ajtóba fényképezze őt a Pesti Srácok és videózza a Hír TV, mert ő nem mehet el egy ilyen vállalta. Na figyelj, ez az értelmiség árulása. Tehát az, aki ide vetemedik, hogy még el is mondja, tehát még elég nem azt mondja, hogy hasmenésen van, meg kihúzták a fogamat, meg nem tudok beszélni, hanem elmondja, hogy ő fél attól, hogy veled, meg ezzel a társasággal lefényképezik, annak nincs helye a magyar értelmiségben. Tehát ez olyan, és sajnos ezek az emberek példaként működnek. Tehát ezek társadalmi példák. Megengedő vagyok, Karcsi, mert Magyarországon élünk mindannyian. Tehát aki mondjuk... Na de ez beletörődés. Ettől tartunk itt. Mert beletörődünk, mert azt mondjuk, hogy ó, hát Istenem, meg kell élnünk valamiből. Na persze, hogy meg kell, de nem mindegy, hogy gerincel, gerinc nélkül, vagy hogy? Olyan szereplők, akik kereskedelmi televízióban felszoktak tűnni, és egyébként ismert értelmiségi szerep, vagy ha fogalmazhatok így, tehát nem a semmiből, nem egy Big Brotherből, vagy való világból előkerült címlaphős, hanem valódi teljesítménnyel bíró művészek, ők azt mondják, hogy nem tehetik meg, mert megosztó az, hogyha bármilyen közéleti eseményen megjelennek, úgyhogy inkább meg sem mutatják magukat. Ez a magyar valóság, ezt én el nem tudnám képzelni egyetlen más európai országban. Az előbb említett Publius Hungaricus pont erről ír, a járadékvadász magyar értelmiség árulását. Szomorú, én velük szemben mondom, megengedő vagyok, a rendszert pedig még jobban, bocsánat az erős szóért, de a gyomrom felfordul, hány ingerem van tőle, hogy ide jutottunk. Én nem tudom, hogy a 80-as években nyilván sokat hallottam, meg meséltek, de talán már szabadabb volt a fővárosi értelmiség, mint ahogy ma egyébként embernek mutatkoznak.
sokkal, sokkal szabadabb volt. Egy személyes kérdés. Az előbb azt mondtad, hogy nem indulsz a választáson. Mi vezetett erre a döntésre? Van hazai tapasztalatod, van önkormányzati tapasztalatod, van parlamenti tapasztalatod, van európai parlamenti képviselői tapasztalatod, olyan tudás van a birtokodban, amit én azt mondom, hogy pocsikkolásukba vágni, tehát ezt tárföladni, mert olyanok fognak a helyedre menni, vagy a pozíciókat elfoglalni, akik szerintem abszolút méltatlanok rá. Miért döntöttél így? Hol induljak, Bacsi? Nincs olyan párt, amelyik azt mondaná, hogy itt van egy tapasztalt. Van. Nincs? Nincs. Hát ilyen. Az európai kevesen tudják, csak így szakmabeliek tudjuk, hogy az európai parlamenti választás annyiban bonyolultabb nekünk, politikusoknak, hogy csak párt listák indulhatnak egymással szembe. Tehát mondjuk függetlenként, vagy ha megszerzed 3-4 bárhány ellenzéki párt támogatását, akkor több párt jelöltjeként el tudsz indulni az önkormányzati választáson, el tudsz indulni a parlamenti választáson, hiszen miért is ne lehetne egy körzet a tiéd a 106-ból. Az európai parlamenti választáson csak pártlisták versenyeznek egymással. Innentől kezdve el kellett döntsem, hogy már-már vállalhatatlan kompromisszumokat kötök a saját magam politikai arc éle, működése, szabadsága, függetlensége sérelmére, vagy pedig tudomásul veszem azt, hogy ez most nem az én köröm. Én az utóbbi mellett döntöttem, nem tudom egyébként, hogy a Kláráikkal sokáig beszélgettünk, az a tárgyalásnak nem hívnám, de nekem is egyértelművé vált, meg nekik is, hogy abban az erős kaszárnya működési modellben, ahogy felépítették a DK-t, és egyébként működik, láthatóan működik, hiszen bővül, és vannak támogatói, de abban nekem elég nehéz lenne szerepet kapjak, és erre rájöttünk mind a kettőn, hogy Klárával mosolyogva egymást néztünk, és akkor egyeztünk meg, hogy nem egyezünk meg. Innentől kezdve pedig nem volt más mozgásterem, hogy ismert a történet, tavaly a saját volt közösségemben a pártommal, szerettem volna kirángatni abból a csapdából és szakadékból, amiben szerintem van az a közösség, vagy az a brand, az a párt, jelentős változásokat szerettem volna. Ez a projekt ez nem tetszett jó néhány pártvezetőnek, így mielőtt szétvertük volna belülről egy belső harccal a pártot, felálltam és azt mondtam, hogy akkor majd dolgozzatok egyedül, én járom a magam útját. Ha a kérdést úgy teszed föl, hogy jövök-e még vissza a magyar politikába, mint politikus, akkor nagyon határozottan az a válaszom, hogy igen. Ráadásul benn szeretném magamnak is bizonyítani, meg természetesen a nyilvánosságnak is, hogy azért 21-nehány éves korom óta a politikából élek. Ezért ez egy big jó, kényelmesség is tesz valakit, meg esetleg a való világ küzdelmeit is másképp látja. Nekem most itt lesz egy néhány évem, amikor be kell bizonyítsam, hogy el tudom tartani a családomat, meg magamat a civil szakmámban és a civil kapcsolatrendszeremben, piaci logikán. Jogi végzettséged van, ugye? Jogi végzettségem van. Részben jogi típusú állásokat kaptam, de nyilván nem itthon, hanem a nemzetközi térben nagyon komoly felkéréseim vannak, úgyhogy egyelőre azt gondolom, hogy mit vállalok el, mert egzisztenciálisan nem látom veszélyeztetve magamat. Ne legyünk álszerények, azért ez mindenki befolyásol, 6 gyermekem van. Ilyen szempontból a legnehezebb időszakban vannak, mert aztán mindenkit finanszírozni kell, mert még nem keresnek, de már sokba kerülnek, és egyetemisták, és suli van, és minden van. Egy magas keresethez szokott hozzá a család, hiszen egy magas keresetű, jól fizetett politikai alkalmazott vagyok hosszú évek óta, de most megvannak azok az állásaim, ahol kicsit ubickolhatok a magánszektorban, alapvetően nemzetközi téren, úgyhogy izgalmas lesz. Itthon pedig építem a magam politikai függetlenségét és vélemény formálózat. Elnapítottál egy mozgalmat is. Az esélyközösséget. Nagyon sokan bejelentkeztek. Nyilván sokan féltek attól, hogy na biztos ez a 9. vagy a 125. ellenzéki párt, mert már csak se tudja, hogy hány ellenzéki párt van, amelyik ugyanazon a tortán próbál falatozni. Nem szeretnék pártot, mert nem visz előre. Lehet, hogy
oda lenne írva a nevem mellé, hogy új és nem pártelnök, de nem ez a cél, hanem az, hogy valami közösséget építsek. Ennek megfelelően például örülök annak, hogy az esélyközösségben sokkal több a helyi olyan, most béna szó, hogy vidéki, de hát most itt vagyunk a fővárosban, én nem mondhatom, de Szegedhez képest is vidéki, tehát kisebb települési, mezővárosi, járásközponti településről bejelentkezett, akik azt mondják, hogy náluk még pártok sincsenek, ellenzéki pártok se, de valamit akarnak csinálni. Úgyhogy szépen azt lassan építgetjük. A reggel Szegedről jöttél? Nem, most már itt a családai lakom Nagykovácsiban. Akkor nem voltál ott a szegedi halászléfőző versenyen, ami a hétvége nagy eseménye volt. Igen, én is csütörtökön voltam Botka Lacinál Szegeden. Mi leülünk, átbeszéljük a dolgokat. Csütörtökön voltam a Városházán, és aztán hétvégén nem tudtam menni. Hát hétvége az tele volt programmal. Holnap hajnal meg szokásosan Brüsszel, tehát ez a hétfőn maradt. Ezt mondtam neked, hogy kezdődik. Az pont jó, mert így van. Ó, már két hetesként voltam, tehát nálunk nem olyan nagy a szabadság, mint a Magyarország gyűlésben, ahol sokszor befejezik július elején, és találkoznak szeptember közepén. Én júli 25-én jöttem haza, és augusztus 21 vagy 22-től akkor már kint voltam. Beszélhetünk belpolitikai kérdésekről? Bármilyen. No, hát szegedi hír, hogy lemondott a szegedi választókerületet, kerület fideszes elnöke, meghatározó embere. Tudhatunk ennek valamit, vagy van valami háttere? Ő azt mondja, hogy most az egyéni érdekek és szempontok fontosabbak lettek, mint a közösségiek, de én úgy látom, hogy a Fidesz elkezdett szétesni. Tehát egyre többen, Pesti Lacinak a megszólalása, tehát egyre több olyan jelenség van, hogy bomlásnak indul a NER. Hát de tudod ki ez a szegedi választókerületi elnök, mert hogy ő nem egy Fideszben felnevelkedett politikus, hanem 18 óta, jól tudom. Igen, az ország egyik legnevesebb kézlabdázója, a Bartók Csaba, ugye korábbi világklasszisunk. És a Csabát én ilyen kézlabdában nagyon ismerem, hogy annak idején tettem is neki megjegyzéseket, hogy mi a csodának akarjuk politikai szerepet, akkor valamikor ahogy ezt látjuk egyébként, hogy a Fidesz rengeteg sportolót és művészt beszélt. Népszerű embereket. Népszerű emberek, nem kötődnek a helyi politikai. És akkor jó ötletnek tűnik. Neki is jó ötletnek tűnt, és aztán rájött, hogy ez nem olyan felszabály szerint zajlik, mint egy kézlabda meccs. Az is kemény tud ember lenni, de ott legalább van egy bíró, aki fütyül. Hát itt nincsen bíró, aki fütyülne. Úgyhogy feladta Csaba, nem beszéltem vele a hétvégén, mert régenben mi jobban voltunk, aztán ezt megharagudtam rá, mert adta nevét sok hülyeséghez Szegeden. De a Fideszben egyébként valószínűleg pont ezért izgalmas a példa, amit előhoztál, hogy sok sikeres ember el fog azon gondolkodni, hogy egyébként adja a nevét ahhoz, ami a rendszer maga. Szerintem egyre kevesebben fogják. Nyitom a hétvégén valamit, és abban a Pest illenségről annyit, hogy már várom azt az időszakot, amikor az MSZNP tagokhoz hasonlóan a fideszesek elkezdenek arról beszélni, hogy ó, én csak azért maradtam az MSZNP-be, vagy a Fideszbe, hogy belülről bontjam és belülről. Ezek ugyanazok, mondja Bródi. Így van. Ezek apám, ezek ugyanazok. Ugyanaz, és kísérteties. Sokakkal beszélek, akik nyilván nálam egy fokkal tapasztaltabbak régebben középkorúak, mint én. Hogy zajlott 1800-as évek végig, 90-es évek elején? Ugyanaz. De ugye tudod, mi a fő mottom mostanában, nincs olyan megszólásom, hogy el ne mondjam legalább egyszer, minden rendszer megbomlik egyszer. És ez az, ami olyan szempontból hát acélozzon minket, hogy lehet, hogy a mindennapi ellenállás rendszernek az úgy tűnik, mint hogyha ha teljesen felesleges lenne, de nem igaz. Minden apró kis szervezés, szervezettség, minden apró megmozdulás, az oltalom rádiótól kezdve a diákok Kossuth téri megmozdulásaig, minden egy picit hozzátesz ahhoz, hogy egyébként a rendszer közelebb kerüljön a végóráihoz. Meg fog bukni, nem tudjuk mikor. Én ezt abszolút ugyanígy látom, tehát javítás nélkül aláírom ezt a mondatodat és követem. De lehetünk-e
biztosak és nyugodtak abban, hogy ha bukik a Fidesz, akkor jobb világ köszönt ránk. Látsz-e olyan csoportosulást, vagy olyan politikai, intellektuális potenciált az ellenzék tér felén, amelyik azt a reményt kelteni, hogy jobb világ jön utána? A mai ellenzék olyan gúzsba kötött táncot kell járjon, amit nyilván a Fidesz vihogva néz kívülről, hányszor vagyunk lehülyézve a miniszterelnök által, meg a fideszes megmondó emberek által, de közben ők azok, akik gusba kötötték az ellenzék lábát, és közben pedig tetszenie kellene ennek a táncnak a nagy közönség fele. Ez borzasztó nehéz. Ugye olyan viszonyok közt kell valami teljesítményt bemutassál, ami viszonyok között egyszerűen nem tudsz jó fiú lenni. Ha valaki picit kiemeli a fejét, és tehetségesebb, vagy alkalmasabb, vagy szimpatikusabb a közönségnek, abban a pillanatban lekaszálják egy jó irányzott propaganda kampánya. Aki pedig házon... De hogyha meg ezt az ellenzéken belül is megteszik? Pont ezzel akartam fogni. És ami a másik probléma, hogy aki az ellenzéken belül próbálna valami épeszű dolgot megcsinálni, picit más lenni, mint eddig, kitörni abból a játéktérből, ahol eddig az ellenzék mozgott, akkor maguk az ellenzéki szereplők, akik visszalántják. Mert megközben hát nyilván zajlik a politikai csata. Tehát a Fidesz belekényszerített minket, az ellenzéki politikusokat és pártokat egy ellenzéken belüli több pártrendszerre, egy folyamatos versengésben, kisebb és kisebb választói közönség kegyének megnyerésére az ATV, kamerái előtt, vagy itt az oltalom rádióban, azon küzdünk, hogy egyébként ki lesz szimpatikusabb a egyre szűkülő buborék számára. Szerintem a megoldás, hogy csak arról beszéljek, hogy mi az, ami nem működik, a megoldás majd valamikor az lesz, lehet, hogy fél év, lehet, hogy 15, nem tudom, hogy az ellenzék politikai mozgalmaiból, pártjaiból és szereplőiből valószínűleg lesz egy ilyen nemzeti válogatott csapat, amihez meg kell találni a csapatkapitányt vagy az edzőt. Kérdés, hogy milyen típusú politikus az, aki az egésznek az élére tud állni. Lehet, hogy csapatkapitány típus, de az is lehet, hogy inkább egy edző típus, mint Gordon volt, aki kevésbé csapatkapitány akart lenni. Viszont a Gordon olyan edző volt, aki összeválogatott egy csomó szakembert, és persze dolgozott a pártokkal is. Én ezt látom megoldásnak, az, hogy az ellenzéken belül egymás legyűlik a pártok, és akkor aki a legerősebb ellenzéki párt majd az diktál, ez azért nem fog működni, mert a legerősebb ellenzéki párt elfogadottsága sem elég erős. Az ellenzéki szavazóbázis körében annyira, hogy egyébként rendszerváltást tudná egy magában csinálni. De a múlt héten volt egy felmérés. Azt mutatta, hogy a Fidesz 30% alá ment, 20% körül van a DK, 6-8%-on van még, vagy 3 pont, messze több szavazatuk van, mint a Fidesznek. Egy összefogás, egy széles körű, például most jön az európai parlamenti választás, ott lenne egy közös lista. És a közös listát nem Dogan Klára és nem egyéb politikusok vezetnék, hanem mondjuk Balázs Péter, vagy mondjuk Szent Ivány István, vagy akár Jeszenszky Lajta lenne, tehát akiknek írtózatos szakmai tapasztalatuk, diplomáciai múltjuk, külügyminiszterek voltak, diplomaták voltak, ilyen emberek vezetnék, én szerintem simán le lehetne győzni a Fideszt. Na de a kérdés az, hogy mi az igazi cél az ellenzék részéről, a Fidesz legyőzése, vagy a parlamentbe való bejutás, és bemutatni akár 5,5%-kal, de én bent vagyok. Most egyszerűen több kérdést tettél föl, szerintem is, tehát a mondatod első, a mondat füzéred első részére azt mondom, hogy szerintem is. Nyilván például az MSZP-s volt kollégáim, Komjáti még minden nap elmondják, hogy kellene egy közös lista az LP választásokra. De hát halott ötlet, mert minden más ellenzéki párt eleve kijelentette, hogy egyedül akar indulni, mert itt akarja magát megmutatni. Vagy megfordítom, hogy van közös lista, amikor mondjuk számolni lehet ellenzéki bejutóval, nem tudom, 7-8-9 emberrel, most ne kezdjük el elemezni, hogy hány ellenzéki hely lehet, de hát nagyságrendben ennyiről beszélünk. Akkor kinek hány jut?
akkor majd megmondják azt a, hát és külön más frakciókba kell bejönnek az Európai Parlamentben. Tehát, hogy ez olyan sok konkrét problémát vet fel, hogy nem lesz közös lista. Miközben ennek az lesz az eredménye, hogy lesz legalább 4 olyan ellenzéki lista az EP-i választásokon, ami 2-4% között fog teljesíteni. Tehát nem jut be. Nem jut be, és minden töredék szavazat, elvesztett szavazat, ilyenkor a győztesi. Megy át a Fideszre. Fidesz. Tehát egy plusz Fidesz mandátumot számolhatunk a kispártok 5% alatti teljesítése miatt. A másik probléma, hát voltál gyakorló politikus, tehát elvekben gyönyörű szép, amit mondasz. Gyakorlatilag viszont minden szereplőt ismersz, mondd meg nekem azt a kerekasztalt, ahol leülnek, és azt mondják, hogy hát akkor legyen a Valás Péter, és nem én, vagy nem ő. Ilyenkor az ebből... De ez ilyen egzisztenciális kérdés, és silányulnak a közügyek. Nem egzisztenciális kérdés. Hát dehogy nem, hát egy parlamenti képviselőség azért, te is magad mondtad, ez marha jól fizetett, az egy egzisztenciális biztonság. De hát nem ez az első. Egzisztenciális kérdés, hogy miért figyelj, ez van olyan szereplők, és mondjuk Dobert Áron biztos ilyen, Ungár Péter ugyanilyen, és azért van még jó néhány, akinek nem ebből kell feltétlenül megélnie, tehát nem egzisztenciális kérdés. Nagyon sokakat is. De a pártjának az. A pártjának az. A pártjának az, és ez így van. És ez az a gusba kötöttség, amit a Fidesz, a NER maga a rendszer adott nekünk, hogy ne tudj, vagy ne legyen bátorságod feladni egy politikai pozíciót a közös cél érdekében. Na de akkor ez ők a NER részei. Nem. Hát ilyen szempontból mindannyian a NER részei vagyunk. Az a pedagógus is, aki egyébként nem volt annyira bátor, vagy nem volt otthon olyan társa, hogy aki azt mondta volna neki, hogy a te egzisztenciád nélkül is, ha felmondanak neked, akkor majd a család valahogy meg lesz. Ezért a családi kupak tanácsban valószínűleg a legtöbb pedagógus család úgy döntöttek, hogy én nem vállalom be azt, amit a másik meg a harmadik bevállalt. Ennek megfelelően úgy gázolt át a rendszer a pedagógusokon, és kényszerítette őket vissza ugyanabban a helyzetbe, vagy sőt, még rosszabban, mint a pedagógus tüntetések elkezdésekor, hogy ezt a szörnyű látni. De ugyanaz az egzisztenciális félelem. Tehát, hogy akkor na de erre mondok a társadalmi és szakmai önszerveződések. De nincsenek. De kell, de miért nincsenek? Ez a legnagyobb problémám. Én pénteken voltam este, meghívott az ELTE jogi karának az egyik szakkollégiuma a táborokban, ott volt, nem tudom, 100-150 jogász fiatal értelmiségi, nagyon felvillanyozó beszélgetés volt. Hozzáteszem, Navracsics csak kellett volna vitatkozni, de a Tibor lemondta és egy másik időpontot kért, pedig szívesen vitatkoztam volna vele. Így aztán egyedül maradtam az asztalnál, egy beszélgetés lett belőle a közönséggel. Ezt kérdeztem tőlük, hogy egyébként érzitek azt, hogy az egész életeteket viszitek vására, hogyha most nincs hangotok? Most azt mondjátok, hogy joghallgatók vagytok, mi közöm ahhoz, ami zajlik? Nem vagy ügyész leszel, vagy bíró leszel, vagy jogtanácsos leszel, vagy ügyvéd leszel, és egy olyan NER által szabott igazságszolgáltatás keretei között kell majd ambíciót, egzisztenciát, karriert építsél, ami egyébként nem szabad és nem független, nincs jogállamiság. Mondtam nekik, hogy nem hallom a jogász hallgatók hangját, hogy jogállamiságot követelünk, azért tanulunk. Nem tiltakoztak, értették. És akkor végig mehetnénk az összes szakmán. A vasutasok miért nem teszik le a munkát abban a pillanatban, hogyha a pedagógusokat bántják Magyarországon? Vagy fordítva? Brüsszelből nézve, ahol egyébként attól szenvedünk, hogy minden héten a közféra, vagy még a közféránál szélesebb körülben is sztrájk van, mert egymás mellett kiállnak, sokszor az a másik véglet, onnan nézve érthetetlen, hogy gázol át rajtunk a rendszer, mindannyiunkon. István, az esély programjával akár kimondva, akár kimondatlanul, szerepel-e az a társadalmi cél, hogy a magyar polgárok belülről vezérelt gondolkodásúak legyenek, és nem a külső elvárásnak próbáljanak meg megfelelni, ami szerintem egy társadalom alapkérdése, tehát a belső igényesség. Ezt úgy tudom lefordítani, hogy mi azt kértük az esélyközösséget, kis körülket szervező csapatoktól,
az a szabály, hogy három ember helyben létrehozhat egy kis esélyt. Kört, beregisztrálja magát a központban. Hány ilyen van már? Több tucat. Több tucat. Inkább sajnos egyéni bejelentkezések vannak, és nagyon kevés a körré formálódás. De ez rajtunk is múlik, mert van szerintem 50 meghívásom különböző települések, és egyszerűen nem bírok eljutni, ahol várnak minket egy alakuló ülésre. Tehát, hogy van érdeklődés. Figyelj, te ismered a Magyarországon a számokat, tehát akkor, amikor nagyságrendileg 20 ezer ember iratkozott fel az esélyközösségnek a napi belső kapcsolattartására. Tehát ez nem Facebook like, hanem annál több. És hát most, ha jól emlékszem, az utolsó szám, inkább nem akarok a sőt, azt nem szeretem, de több ezer, akik beléptek és belépési nyilatkozattal vannak ott. De ők most ránk várnak. Tehát ez az én szervező munkám, meg a Nyakó Pistának, jól ismerem Pistának, hogy a szervezés igazgató, régi mozgalmi cimbora és mozgalmi tapasztalattal bíró politikai szereplő. Na, mi dolgunk az lesz, hogy őket összeszervezünk. De azt akartam nekem mondani, hogy az a kérésük mindenkihez, hogy ő ott helyben ne azért szerveződjön Mezőkövesden, hogy semmi más életcélben legyen, mint Tálai András fenekét rúgdosni, vagy Orbán takarott tüntetéseket szervezni Mezőkövesden, mert az alapvetően egy nagy országos politikai cselekmény. Ott helyben ő a házi orvosi ügyeleti rendszerért, a helyi környezetvédelmi károsítások ellen, a helyi önkormányzat túlkapásai ellen, és mondjuk a helyi pedagógus társadalom megvédése mellett szerveződjön, helyi célokat tűzön ki, helyi programokat csináljon. És persze kaptak értesítést, hogyha mondjuk a diákok tüntetnek a Kossuth téren, akkor mi azt mindenkinek szétküldjük, hogy aki tud, az jöjjön. De helyben nem a nagy politikát kell leképezni, hanem a helyi közösségi, hogy fogalmaztál, egy felelős helyi polgári magatartás igényét és lehetőségét kell megteremteni. Ez az, ami borzasztóan hiányzik a kis települések világában. Budapesten még így úgy ezt azért látjuk. Szegeden az ilyen szempontból egy oázis, és nyilván más nagyvárosok is. De egy kis településen, ahol egy Fidesz helyi helytartó leuralt mindent, a gazdaságtól, a politikáig, a kultúrától, a helyi falulakokig, ott nagyon nehéz helyi polgárként megnyilvánulni. Ezt a hitet és ezt a tartást kell tudni visszaadni az emberek. Hát Szeged azért marha jó helyzetben van, például Kaposvárhoz képest. Kaposvárnak van egy Cita Károly nevű fideszes polgármestere, aki hát egy ilyen, hogy mondjam, szóval politikai prostituált, szerintem az a legpontosabb megfogalmazás, és hát ott van Botka Laci, aki elég hosszú ideje kitűnően vezeti a várost, és nem hiszem, hogy a következő kormányzati választáson bárki komolyan veszélyeztetni tudna a pozícióját. Nem, van a Laci, most úgy látom én is, tehát a népszerűsége 70% feletti, ami, hogyha egy ekkora városban, most már, hogyha jól számolom, 2002 óta polgármester Laci, ki kell számolni, de valami olyasmi. Igen. Az elég masszív, hogy nem kopott el. Az egy másik kérdés, hogy azért ott is az ellenzéki pártoknak a kinövése, vagy éppen elsorvadása, tehát hogy melyik ellenzéki pártra hogy nézünk, azért az okoz gondot, hiszen egy polgármester egymagában nem tud mindent megoldani, kell mögé egy csapat. De nyilván Szegeden a... Meg kell többség a közgyűlésben. Bizonyám, költségvetéshez, meg mindenhez. De most úgy látom, hogy a csapat is szépen kezd összeállni, tehát hogy rendben van Szeged. Remélem a budapesti kerületekre ugyanez igaz, Pécsre, Miskolcra, sok városokra ugyanez igaz. Tudok mondani más szocializatási város, Tiszaújváros vagy Salgótarját, ahol nagyon jól teljesít a helyi csapat. Na de hát nyilván a Fidesznek az a cél, hogy bebizonyítsa azt, hogyha nem rám szavazol, vagy az én emberemre, akkor nem fogsz tudni egyről a kettőre lépni. Ez lesz a tavaszi önkormányzati választásunknak a legnagyobb kihívása. Mit szólsz ahhoz, hogy egy napra tették az európai parlamentit és az önkormányzatit, és az önkormányzati választásnak a furcsasága, hogy az előzőleg megválasztottak mandátuma majd összetelik le? Hát micsoda kettős
hatalom, vagy kettős irányítás lesz. Hát ez ilyen egy normális ország jogrendszerében elképzelhetetlen. Hát egy dolog volt a cél, hogy a részvételt azt úgy megemelni, hogy a fideszes szavazók elmenjenek. Nagyon sok önkormányzatnál ugyanis az a tapasztalat, hogy ha nincs országos kampány, akkor nehezebben tudja mozgatni a listáját. Így viszont a kettő összeadódik, elég egy kampányt csinálni, Orbán Viktorral a fotókon folytatjuk, stb., ahogy eddig szoktak, megmozdítja a Kubatov listát, és egyúttal akkor beixelik az önkormányzatén is, meg az RP-n is. Cserébe viszont az ellenzéket lehetetlen helyzetbe hozzák, hiszen egyszerre kell, mondjuk nem én Bandinak Szombathelyen egy pártok felett álló polgármester jelöltként és polgármesterként kampányt folytatnia, úgyhogy egyébként lehetőleg az ellenzéki pártok rúgói azok ne legyenek telébe az utcán, mert Bandi különben nem nyer, Bandira nagyon sok fideszes szavazó is szavaz Szombathelyen. És ezen közben az ellenzéki pártoknak helyben kellene egy kampányt folytatniuk egymással, besétletélkedve az RP választásokra, hogy ezt hogy fogja megoldani az ellenzék. Többek között ezért kéne közös lista, hogy ezzel elkerülhető legyen. Na most egy európai parlamenti minőség, képviselői minőségetben kérdezlek. Ugye a bővítési biztos az magyar. Várhelyi Olivér, ha jól igen. tudom, úgy hívják ezt a jó embert. Magyarország épp a hétvégén jelentette be, hogy nem tudjuk támogatni Ukrajna Európai Uniós tagságát. Most ez hogy néz ki? Mit szól ez Európa? Hát az leszámítva, hogy több mint 100 000 magyar él Kárpátalján, akiknek a helyzete roppant mód függ attól, hogy a magyar kormánynak milyen a viszonya az ukrán kormánnyal, az ukrán vezetéssel. Hát ez hogy lehet megmagyarázni? Hát van ennek logikája? Vagy mi itt a vezérlő elv? Azzal kezdtem a ma reggelemet, hogy kiraktam a újdonsült első osztályos lányomat az iskolában, és aztán abban a pillanatban kaptam egy üzenetet, egy hosszabb hangüzenetet, Traski Viktortól, egyetemi tanárútól, aki kárpátaljai magyar, és másfél éve a fronton harcol. Másfél éve. Ismerik egymást, hogy többször készítettem vele, pontosan egyszer készítettem vele egy videó beszélgetést, és azóta is többször ráírtam, hogy van hetente, két hetente megkérdezem tőle, és izgulok, amikor egy napig nem jön válasz. Ő azóta fronton van, önkéntesként. Ő azt mondta, hogy ő magyar, kárpátaljai magyar, de az az ő országa, és megvédi a gyermekeit, nem várja meg, hogy kárpátaljai menjenek az oroszok. És ez azért volt érdekes, mert felmondott hangüzenetben egy levelet a szombati 100 szó rendezvényhez, levél a frontról, a magyar testvéreihez szól. Elmegy a jó csodába az Orbán kormány, hogy egyébként nem érti meg, hogy ők, akik ott vannak a fronton, magyar vagy ukrán, ők egyébként jelenleg Európát védik. Egy agresszorral szemben. Ez nem egy helyi kis ügy, helyi határvillongás, vagy tőlünk idegenek két külön bolygón egymással küzdenek. Nem, ez rólunk szól, arról a civilizációról, amelyben a 21. században az egyik ország egy politikai hatalmi törekvés miatt egy agresszor kedvéért nem vonul be a másikba. És gyilkolnak halálra civileket is. Azért válaszoltam ezt neked, mert számomra elképesztő az, amit a magyar kormányzat tesz ebben az ügyben. És ami a legrosszabb, hogy az összes nyugati partner, szövetségeseink, meg egyszerűen meggyőződése, hogy Putyin kottájából játszik Orbán Viktor. Tehát nem igazuk van. Igen, csak az, hogy mi itt mondjuk, az egy dolog, de hogy egyébként a teljes szövetségesi rendszer ezzel a meggyőződéssel figyel minden egyes Orbáni lépést az EU-ban, vagy az EU-n kívül, vagy a NATO-ban, ez azért elképesztő. A bővítési biztosról tudni kell, hogy Olivier a kormány embere volt, évekig vezette a brüsszeli állandó képviseletet, tehát ő az, aki ott ült Orbán Viktor mellett minden egyes tanácsülésen és mindenhol, és ő volt a helyi nagykövetünk az EU-s intézmények fele. Honnan lett bővítési biztos? Nem tudok róla, hogy a bővítési biztos járt volna Kijevben.
Vagy volt, és arról nem számolt be, az is érdekes, hogy miért nem tudhatunk, hogy ott volt, vagy ha nem volt, akkor az meg elképesztő, hiszen neki kellene tárgyalni. Az elmúlt időszakban ő alapvetően arra koncentrált, hogy szerintem Orbánék stratégiai terveitől nem függetlenül a Nyugat-Balkánt járta, és a Nehernek a kegyetjeivel tárgyalt a különböző balkáni országokban. Szomorú. Lépjünk egy kicsit Ukrajnától, vagy Kárpátaljától, balra ott van Szlovákia. Szlovákiának most átmenetileg magyar miniszterelnöke van Odor Lajos személyében. Hogy értékeled, mint nemzetközi politikában és diplomáciában jártas ember, hogy hát ilyen nem volt még, tehát Szlovákiának nem volt magyar miniszterelnöke. Na de hogy Orbán Viktor szóra sem méltatja, tehát szóra sem kerüli, még a tekintetét is kerüli, mert olyan erkölcsi és olyan mentális különbség van a két ember között, hogy egyszerűen retteg a találkozástól. Láttad, hogy egyébként a fokolat a sajtó meg mit csinált a miniszterelnök úrral, tehát hogy össze-vissza minősítgették, tehát látszik, hogy a láncos kutyák azok rá vannak küldve, hogy harabdálják a helyet, hogy egyébként büszkék lennénk arra, hogy az Európai Unióban megtörténik az, ami korábban elképzelhetetlen lett volna, hogy egy magyar vállalta, magyar származású miniszterelnök dolgozik. De azt kell róla tudni, hogyha hallgatóink nem tudják, hogy ő egy civil szakemberként, pénzügyi szakemberként került a kormány élére, közmegelégedéssel, és addig vállalta a munkát, amíg most az előrehozott választások ősszel le nem zajlanak. Ahol félünk sajnos, hogy az a Fico, aki persze az Európai Szocialista Pártban üldögélt hosszú éveken keresztül, de én rosszul vagyok még a látványától is, nem vagy a politikájától, ki is rakta egyébként, felfüggesztette őt az Európai Szocialista Közösség, könnyen lehet, hogy visszatér Orbán 2. Tehát azért fontos egyébként nekünk a választás, részben az ott élő magyarok szempontjából nem mindegy, mi történik. Fico elég ravaszon játszotta ki a magyar kártyát az elmúlt 4-11-ben bármikor. És milyen furcsa, hogy Orbánék meg támogatják Ficót. De az igazán probléma azért lenne, mert hogy egymásra találna Orbán meg Fico, és akkor ismét lenne egy társa az európai... Látsz valami párhuzamot Fico és Mecsiár között? Habitusra igen, nyilván. Hát ez meghatározó a habitusi politikus életében, az egy nagyon fontos stilális elem, tehát a gondolkodását, a primitívségét, ez roppant primitív. Én nekem volt szerencsém személyesen egy napon keresztül tárgyalni Mecsiárral, tehát nagyon okos ember volt egyébként, de azon túl aztán semmi más nem volt, és az okossága az öncélú és önérdekű volt. Hát ők gazemberek, ha lehet ezt mondani, tehát ők azok, akiknek a politika, ez egy elképesztő, izgalmas játék, ami hatalmat, pénzt, rendelkezést jelent, és tényleg nem a szolgálatot. Egy pillanatra nem éreztem egyik politikuson sem, hogy egyébként azon gondolkodnak, hogy mi viszik előre az ő társadalmát, hanem csak a politikai játszmák. És hát a közszolgálat iránti alázatot sem lehet érezni egyikből sem. Jó módon egyébként ez habitus kérdése. Ilyet látunk itthon is és bárhol. Kérdés az, hogy hány ilyen, ma ezeket talán populistának hívjuk, de ez egy nagyon, nagyon kegyes minőségtés az embereknek. Ezek politikai az emberek, akik kihasználják az emberek elkeseredettségét, hiszékenységét és sok minden mást. Ezek tömegcselők minket az úr, mert jönnek a háborúk, akár tetszik, akár nem, de inkább nem tetszik. No, annyi idő még maradt, hogy visszatérjünk a hétvégi találkozóra, hiszen ez adta az ötletet. Az első dolog, amit meg kell állapítanom, hogy nagy örömmel és nagy boldogsággal töltött el, hogy akkor a Teddy Farkasházi Tivada és a te közötted fennálló félreértés tisztázódottá. Most akkor úgy néz ki, hogy ez nyugvó pontra jut, aminek én nagyon örülök. Azt tisztázunk, hogy mi történt. Annyi történt, hogy Teddyvel nagyon sokszor beszéltünk, Teddy nagyon nehéz helyzetben, ő is leírta, hogy nehéz családi körülmények között van jelenleg. És akkor, amikor én elküldtem neki a meghívó szöveget egyeztetésre, mert nem mertem kiküldeni nélküle, ő átolvasta, belejavított,
Csak neki nem esett le, hogy ott van a neve a végén. Pedig ott volt, és azért küldtem neki, hogy egyeztessünk. Még a eseménynek a grafika logóját is átküldtem neki, hogy döntse el, hogy a két verzióból melyik tetszik neki, mert ennyire egyeztettünk. Valakik szerintem fölpiszkálták a múlt héten, vagy elege lett abból, hogy mindenki őt hívogatja, hogy engem meghívtál, vagy miért nem hívtál, és nyilván ő napi operatív ügyintézésben semmiben nem tudott részt venni. Nem is volt róla szó, hogy részt vesz. Ezért jött ez az írás ki a tollából, de beszéltünk személyesen, és telefonon a hétvégén, és ma reggel megjelentette ezt a bocsátkérő e-mailt, úgyhogy legyünk tovább. Fogjuk fel ezt egy Úgy Média Hacknek, hatalmas hírelettel a programnak. Én nagyon örülök ennek, és nagyon megnyugtam, és így kérem minden konfliktust elvészni. De te jössz? Hogy nem ennek? Jó, oké. Na de először is szeretném tudni, hogy hova kell mennem és hány órára. Tehát akkor most beszéljünk a... Magapod az e-mailt, mert megvártuk ezt a kezdi turbulenciát. Hétfőn kellett volna kimenni minden e-mail, de leállítottam volna, várjunk meg, hogy de akkor mondjuk el. Tegyük közszíré és közkincsé. Tegyük közkincsé azzal, hogy az a helyzet, hogy csak regisztráltakat tudunk beengedni, hiszen ez nem egy nagy gyűlés, ez egy zárt esemény, hogyha valaki nagyon-nagyon szeretne eljönni, és úgy látjuk, hogy van még befogadó képességünk, akkor küldünk meghívót, de ez a Margit-szigeten lesz 14 órától 9-én szombaton. Ott most nyílt egy új teraszhelység, Domára nézve nagyon szép környezetben. És melyik oldalra néz? Pesti oldalra? Budára néz oldalon. Aha, a Palatinus oldalán. Igen, ez az első helység a Margit-szigeten, tehát ott fent a Margit itt. Ott, ahol az Úttörő stadion volt esetleg, azon a környéken? Sokkal korábban, ez az első. De még térképvázat is készült neked, úgyhogy majd kapod az e-mailt, ott van rajta bepöttyökbe, hogy Helényi Karcsi ott sétál lefele és balra ütöm. Nagyszerű, várom. Tehát akkor két órakor, szombaton délután két óra, Margit-sziget. És az nagyon fontos, hogyha ma itt vagyunk az oltalomban, hogy Iványi Gábor elnök urat arra kértem, hogy a legelején legyen egy megköszönése, jöjjön el, és ott helyben hirdetünk egy licitet. Kértem az oltalom által fenntartott óvodától gyermekrajzokat. Kaptunk szép gyermekrajzokat, és ott helyben licitálni lehet a gyermekrajzokra, aminek a teljes bevételét nyilván megkapja az oltalom intézmény, úgyhogy szervezünk rá ilyen típusú plusz támogatói programot is. No hát, kedves István, időnk lassan lejár. Nagyon köszönöm szépen, hogy számos elfoglaltságod mellett időt szakítottál az Oltalom Rádió kedves hallgatóinak és nekünk. Kedves Újhely István, köszönöm szépen, hogy itt voltál, és akkor szombaton délután két órakor a Margit-szigeten találkozunk. Köszönöm, hogy itt voltál, a kedves hallgatóknak pedig köszönöm a megtisztelő figyelmet.